Az óvodás gyerekek műsorával kezdődött a Kálmán házi Benedek Elek óvoda és bölcsőde új intézményének átadó ünnepsége. A másfél évvel ezelőtti üres sporta helyén most csak nem 800 négyzetméter területen helyezkedik el az új bölcsőde épülete. Kotric Attila polgármester beszédében elmondta, Kálmánházán jelentősen javult a demográfiai helyzet, ezért volt nagy szükség egy önálló bölcsőde épületre. Közel száz üres épület volt, ami a mai napra szerintem talán egyetlen egy darabot sem tudunk mutatni. Mindenhová már fiatal családok költöztek be, akár nyíregyházáról jöttek ki, akár idegen és messzebb településekről is ide költöztek. Ők mind gyerekekkel jöttek, vagy éppen most vállaltak gyerekeket és ezért hála Istennek megemelkedtek a, a gyerekszületések számai kámenházán. Hozzátette a közel 2000 lelket számláló településen, csak idén 29 gyermek született. A Benedek Elek bölcsőde jelenleg egy csoport szobával működik, vagyis 14 gyermek befogadására alkalmas. A bölcsődés gyerekek korábban az óvodában voltak elhelyezve, de az óvodás korúak létszámának növekedésével új férőhelyekre kellett pályázniuk, amit sikeresen meg is tettek közel 390 millió forintot kaptunk rá. Az első elnyert pályázatunk után még nem sikerült azonnal megkezdenünk, aztán a kivitelező elmondta, hogy, hogy sajnos már az az összeg, amit első körben erre megnyertünk, kevés lesz erre a beruházásra. Aztán ezt jeleztük, kértünk egy plusz költséget hozzá, amit meg is kaptunk, így az összköltség lett 390 millió forint. Ebből a kivitelezőnek sikerült megvalósítani azt, amit mi itt megálmodtunk. Az intézmény vezető elmondta, sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadnak. Két nevelő és egy dajka foglalkozik a gyermekekkel, az étkeztetést pedig a szociális intézmény biztosítja a számukra. Nagy hangsúly fektetünk a mozgásfejlesztésre, rengeteg mozgásfejlesztő eszközünk van az udvaron is, és a csoportszobában is van rá lehetőség, hogy fejlesztjük a gyermekeket. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Kálmánháza jó infrastrukturális és földrajzi adottságokkal rendelkezik. Ráadásul egy felmérés szerint a Vármegyében második legjobb helyen áll a közbiztonság tekintetében. Na azért vagyok büszke Kálmánházára, mert Anélkül nem megy, hogy az itt élő emberek ne akarnának dolgozni, ne akarnának előre jutni, ne akarnának maguknak jobb körülményeket teremteni, és ezt egy állam, egy kormány csak segítheti, csak keretet adhat ehhez, ehhez szükség van az emberekre, és itt Kámáházán mindig ezt a mentalitást érzékelem. A választó körzetében a közelmúltban 12 helyen épült bölcsőde, így már csak két-három olyan kisebb település van, ahol a képviselő szerint még pályázni kell a hasonló beruházásokra.